Tiszta szívvel és nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Jól tettétek, hogy eljöttetek, engedtek a Szentlélek hívásának, és együtt ünnepelhetjük ezt az ajándékot, amit Isten ígért és adott mindannyiunk számára. Pünkösd az egyik legkedvesebb ünnepem, legalábbis nekem, titokzatos ünnep, és csodálatos módon élhetjük át, amikor megemlékezünk Isten ígéretéről, hogy ő elküldi az ő ajándékát, a szent lelket, és hát a Szentlélek sok-sok meglepetést, és előre ki nem számítható ajándékot és áldást kínál föl mindannyiunk számára, ha engedelmesek vagyunk. Köszöntő ígeként hadd olvassak az efézusi levélből néhány sort, amely a következő tanáccsal szólít meg bennünket ezen a vasárnap reggelen. Jól vigyázzatok tehát, hogy hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg Szentlélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Hát engedelmeskedni szeretnénk az ige felhívásának, majd zsoltárokat mondunk, énekkel dicsérjük Isten szent nevét, ígét fogunk hallgatni, hiszem, hogy megtelünk Szentlélekkel, erről fog szólni a mai tanítás is, amikor oda érkezünk, és hogy mindenkor, mindenért adjunk hálát, ahogy az ige mondja, ami Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Tegyük ezt már! Az apostolok cselekedete második részénél. Az apostolok cselekedete második rész első verstől olvasom a mára kijelölt ígéket. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ími akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek
és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? De mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Menj, Atyán, köszönjük neked, hogy ma is szólni akarsz emberi, érthető módon. Kérünk, ragadd meg értelmünket és szívünket is, hogy beteljünk az üzenettel, lelked erejével, áldásával, és örömmel távozhassunk otthonainkba, és a hétköznapi feladataink felé. Kérünk, hallgass meg bennünket Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, én nagyon szeretem pünkösdöt. Nem, mintha nem lenne jelentős karácsony, nem, mintha nem lenne ilyen jelentős húsvét ünnepe, ugyanilyen jelentős pünkösd ünnepe is. A legnagyobb ünnepeink közé tartozik, bár sokan leértékelik, és aki mennék az utcára, lehet, hogy sokan válaszolni sem tudnának, hogy mi az, hogy pünkösd. Kezdjük először a nevével. A pünkösd görög szóból ered, pentakoszté, azaz 50-es számot jelzi. Ugyanis régen nem olyan módon dátumozták az eseményeket, mint ahogy mi szoktuk, hanem általában napokban számolták, mikortól kezdve hány nap telt el, és így jelölték meg a különböző alkalmakat. Tudva lévő, hogy az 50-es szám elején húsvét áll. Húsvéttől számított 50. napról van szó, ami magyarban pünkösd nevet kapta. 40-es is fontos volt Jézus mennybemenetelének az ünnepe, ami legalább olyan jelentős, mint a többi, amit eddig említettem, amikor Jézus kilépett a látható világ általunk érzékelt dimenzióiból, és azt az űrt, amit ő hagyott maga mögött, azt az ígéretes Szentlélek által töltötte be. Nyilván, hogy a 2000 évvel ezelőtti tanítványok sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint mi, amikor nem tudták még igazából, hogy mit is mond Jézus akkor, amikor egyszer csak felemelkedve közülük áldó kezét még látták, utolsó szavait még rögzítették, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát miután a misszió parancsot elmondta, mit jelentett az, hogy maradjatok addig a fővárosban, Jeruzsálemben, amíg meg nem telik a szívetek örömmel, hálaadással, erővel, bölcsességgel, Isten szent lelkének a jelenlétével, amely pótolja mindazt a hiányt, amivel most néztek szembe. Nem tudták a tanítványok. Egyet tudtak, hogy hűségesen várták az ígéret beteljesedését. És ezt a legaktívabb módon, mert nem mondjátok testvérek, hogy az nem aktív, ha valaki visszavonul a maga csendességébe, és csak idézőjel teszem, imádkozik. Mert annyira kilátástalan, annyira erőtlen, annyira elképzelés nélküli az a küldetés, amit Isten fia által terhelt ránk, hogy azt mondják, hogy erre én képtelen vagyok. Nekem ez se látásom, se erőm, se terveim nincsenek, csak tehetetlenül vergődök, egy helyben járok, mert úgy szeretnék engedelmeskedni, csak nem tudom, hogy hogy. Úgy szeretnék tenni valamit, de nem látom ennek a módját. Magamban sem érzem a felkészültséget erre, tehát nem tehetek mást, visszavonulok, és imádkozom.
Ó, hány jó döntés születhetett volna a szívünkbe, amikor tehetetlenségünkben magunk határaihoz érkeztünk, és azt mondtuk, hogy ez lehetetlen. Erre én képtelen vagyok. Én ezt nem tudom megcsinálni. Hiába érzem, hogy ezt kellene tennem, mégsem. Ha visszavonultunk volna, és nem heveskedtük volna el, akár fölösleges beszéddel, hitával, vagy olyan tettekkel, amiket megbántunk, mert meggondolatlanak voltak. Szóval a tanítványok a legjobbat tették. Imádkoztak. És ebből az imádságos visszavonulásból, hogy így mondjam, robbant ki pünkösd csodálatos élménye, áldása, alkalma, a start pont, amiután megértették azok is, akik korábban nem voltak beavatva, hogy mit is kér tőlünk az Isten. Drága testvéreim, nem csak egy megemlékezésről van szó mai napon, hanem a magunk pünkösdjéről. Eljötte már. Annak idején Pál, amikor az efézusi tanítványokat felkereste, és megkérdezte őket, hogy hallottatok egyáltalán a Szentlélekről? Tudtok egyáltalán a Szentlélek munkájáról? Átéltétek valamikor is a Szentléleknek ezt a kirobbanó erejét? Akkor az efézusi atyafiak azt mondták, hogy nem is hallottunk róla. Igazából János keresztségével tisztában vagyunk, arról is, hogy az Isten országa elközelített, de hogy mi az, hogy Szentlélek, azt nem nagyon tudjuk. Azt tapasztalom nagyon sokszor, hogy keresztény közösségekben is sokszor sok félreértés van pünkösddel kapcsolatban, bár ugyanazt a Bibliát tartjuk a kezünkbe, de időnként más magyarázatokat szoktunk hozzá csatolni, és éppen a más magyarázatok visznek el más-más irányba. Pedig csak vissza kell mennünk az ősi igéhez, a Biblia üzenetéhez, és minden világossá válik. A jelenség, amit akkor a tanítványok átéltek, egyedi volt, és mondhatom bátran, megismételhetetlen. Pünkösd éppen úgy, mint karácsony, vagy húsvét, vagy a mennybe menetel, alkalma egyszerű volt, és megismételhetetlen. Viszont ettől számítjuk az egyház születésnapját. A héten nálunk is nagy öröm volt, mert az egyik fiacskám betöltötte a 14. évét, és neki ez egy nagyon komoly határkő volt. De hát ahogy nézem, hogy hála Istennek nem állt meg a növésben. Fogantatásától fogva egy program része. Elérkezett egy időponthoz, megemlékezünk a születésnapról, de fájdalmas lenne arra gondolni, hogy ezzel itt akkor a fejlődésének a végéhez érkeztünk. Nagyon remélem, és mindent megteszek annak érdekében, apai részről legalábbis, de édesanyjával is egyetértünk ebben, hogy igazán felnőtt korú és értelmes ember legyen. Na most a gyülekezettel is így van, drága testvéreim. Nagy boldogság erre a születésnapra megérkezni. Mert ha nem tudtátok volna, ma születésnapot ünneplünk, mégpedig Krisztus egyházának a születésnapját. Elég öreg már, 2000 éves, nem látszik rajta, mert naponta megújul. Külsőképpen lehet, hogy az öregségnek nyomorúságai kísérik, de a belső ember, mint ahogy Pál apostol ezt mondja, napról napra megújul. És tudjátok miért? Mert a Szentlélek indította, táplálja, tartja fönn, ad újabb és újabb lelkesedést, löketet ennek a programnak, mert tudjátok, semmi más értelme nincs a gyülekezetnek. Semmi más. Mint hogy az Isten Jézus Krisztusban adott programját teljesítse. Ha nem ez a programja, ha azt gondolja egy gyülekezet, hogy most már én kiteljesedtem, gyönyörű múltát mögöttem, a jövő az bizonytalan, de hát egy ilyen társadalmi
találkozásnak kiváló, információcserének kiváló, közösségépítésnek kiváló, de hát mire hívott el bennünket az Isten? Csupán erre, vagy hogy minden egyes vasárnap, vagy alkalom, amikor a Bibliát nyitjuk meg, és közösen tanulmányozzuk, szikrát kapjon, berobbanjon az eredeti küldetése. Mégpedig, hogy Isten két lábon járó követei legyünk, folytassuk azt, amit Jézus megkezdett és ránk bízott, a Szentlélek által. És tudjátok, testvérek, óriási üzenete van Pünkösdnek. Már az imaórai biztatásban is hallottuk, hogy mi történt Bábelben. Bábelben megvolt egy egység, egy helyen voltak, nagy terveket forgattak az emberek a szívükbe, szerettek volna egy olyan tornyot építeni, mindenki ismeri ezt, még az egyházon kívüliek is, mit jelent Bábel tornya, egyetlen cél érdekében, hogy építsenek egy olyan, hát ma azt mondanánk, hogy felhőkarcolót, ami az egekig ér. És egyszer betekintsünk, hogy mi van a felhők fölött. És megnézzük, hogy ott van-e még az Isten. Ha nincs, akkor taszítsuk le a trónusáról. Ha van, akkor taszítsuk. Ha nincs, akkor üljünk a helyébe. Tehát Bábel üzenete pont ez volt, hogy egészen az egekig emelkedjék. Szerezzünk nevet magunknak. Ez volt a jelszó. Ezért fogtak össze, hogy valami olyat alkossanak, ami isteni. És ezt idézetbe tettem. Az egeket ostromolta. És még ebben a hiúságában, istenkedésében az ember összefogott, és fogott össze már jó néhányszor a világ történelmében, mindig ilyen csúfos, mindig ilyen tragikus, és szégyenteljes a folytatás. Mert ennek összeomlás, a nyelvek összezavarása, egymásnak való fordulás, háborúskodás, vér és halál a következménye. Ez volt Bábel. És itt van Pünkösd, ami egy egészen más megközelítésben. Nem az ember akart az egekig emelkedni, nevet szerezni magának, a csillagokba tekinteni, hanem onnan jött valaki. És erre a sárbolygóra tette a lábát. És ennek a világnak a történelme egészen máshogy folytatódott volna, ha 2000 esztendővel ezelőtt meg nem szólalt volna ott a betlehemi énekkar, dicsőség az Istennek, és békesség az emberekhez jó akarat. Szóval, ha ez kimaradt volna az emberiség történetéből, egész más világ köszöntött volna erre a világra. És Pünkösd az az ünnep, amikor nem a látható világ értékei felé, nem olyan személyek felé, mozgalmak felé, és nem olyan események felé tekintünk, ahol az emberi teljesítmény lett volna a fókuszban, amikor Isten valami csodálatos módon az ő lelke által közénk szállt. Láthatatlan módon közénk ereszkedett. Nem emberi formában csupán az Jézusban elvégezte, hanem a vigasztaló, a minden igazságra elvezető, a reménység lelke, amely túlmutat a látható világ korlátain. Mert ezt nem tudja megérteni senki. A ráció csődöt mond, az értelem megáll. A hit az, amely megnyitja azt a szférát, azt a világot, amely Isten, amikor az ő országára beszél, érthetővé teszi számunkra is. Szóval eljött Pünkösd, a váratlanul, és meglepetésszerűen
mindent felborított, de nem olyan értelemben, hogy az rendetlenség lett volna. Mert Isten sohasem a rendetlenségnek, hanem a rendnek az ura. Először is helyreállította a kommunikációt. A Szentléleknek a csodálatos munkája, hogy helyreállítja a kommunikációt. A beszédnek, a nyelvnek egyetlen egy fontos szerepe van, hogy gondolatokat közöljön. Üzenetet adjon át. A nyelv egy csodálatos eszköz, a magyar nyelvünk is az, bár valóban így valahogy Csaba testvére említette, még a magyar sem érti igazán a magyart igazán. És olyan kommunikációs szakadékok választanak el bennünket időnként, generációk egymást, vagy éppen kulturális szakadékok, vagy egyéb más megosztó tényező miatt, hogy nem értjük egymás szavát. És ebben a bábeli zűrzavarban, ami nagyon sokszor körbevesz bennünket, milyen üdítő és milyen felemelő, amikor végre megértjük már egymást. És nem csak, hogy mi, legfőképpen az Isten megérteti az ő szándékát velünk. És mi is elmondhatjuk azt, ami bennünket örömmel vagy éppen bánattal tölt el. És a kommunikáció nem csak az Isten világa felé vált teljesen érthetővé és világossá, hanem az ember és ember számára is. Az igazi pünkösd rendet tesz az emberi kapcsolatokban. Végre lesz türelmünk egymást meghallgatni, ha más nem bólogatni, türelemmel végighallgatni a másiknak az érvelését, de főképpen, hogy békességet teremt. Hogy Isten világára emeli a tekintetünket. És képzeljétek el, testvérek, 120 ember, akik jártottak Jeruzsálemben, abban az épületben is megfordultatok, abban a bizonyos felházban, ami a hagyomány szerint az utolsó vacsorának is a színhelye volt, és többek között a pünkösdi lélek áradásnak is helyszínéje vált, hogy emlékeztek rá. 120 fős sokasság jött össze, én nem tudom, hogy 10 napon keresztül hogy tudtak ők békességben együtt imádkozni, de kibírták. Valami oknál fogva békesség honolt közöttük, és ha még hozzá számítjuk, amit a Biblia mond, hogy nem csak a 120 fős sokasság, hanem még asszonyok is, hát akkor meg kész. Békesség honolt a felházban. És addig-addig imádkoztak, míg egyszer csak pünkösd vasárnapja elérkezett, pünkösd napja, és rendkívüli jelzésként Istennek a lelke, mint egy szél, kicsapta az ajtót, vagy az ablakokat talán, Károly Gáspár testvérünk gyönyörűen fordítja ezt a mondatot, hogy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a teret. Ugye milyen szél? De nem csak ez, hanem, és ezt jól értsétek, mintha a Biblia írója azt mondja, mintha kettős tüzek ereszkedtek volna le a mennyből, és ült mindannyiukra. Na most nem hiszem, hogy tűzvédelmi szempontból ez egy veszélyes helyzetet teremtett volna, nem erről van szó. Úgy átéltetek már testvérek, és ha nem, kérjétek, hogy éljétek át, amikor valaki tűzbe jött, tüzelt a tekintete, tüzelt a szava. Na hát én nem tudom másképpen, ezt mondom nekem, most van egy új Bibliám, nem ez, otthon van, mert annyira szép és becses, az a neve, hogy tűzbiblia. Mert a tűz, a Istennek a szentelke, mint egy tűz, mint egy préri tűz, eri az embert, és nem kárt okoz, hanem ez a láng fényt, világosságot, melegséget hoz. Közel kerülünk az Isten világához, mint ahogy Mózes annak idején
ez nem értette, hogy mi ez a tűz, ami oldhatatlan. Közelít hozzá, és ez a bizonyos csipke bokor, nem tudjuk pontosan milyen bokor lehetett, milyen olaj származik, de folyamatosan egyre inkább csak égett és égett. És egyre közelebb kerül hozzá, és egy hang szólal meg, hogy Mózes, most legjobb lesz, hogyha leveszed a sarudat. Mert szent az a hely, ami felé közelítesz. Tehát akkor, amikor Isten lelkének a munkájáról van szó, és arról a tűzről, amely felülről származik, amely tiszta és nem idegen tűz, ott le a saruval, le a kalappal. Ott meg kell alázkodnunk. Nem lehet hebehúrgyán vélekedni így és úgy, innen és onnan olvasott információk alapján a nagyokosat kimondani. Elég, ha csak a Bibliába tekintesz. És ott azt olvassuk, amikor ez a nap eljött, és ezek a mintha szavakba öltözött információk érkeznek hozzánk, nem ez a lényeg. A lényeg abban volt, és abban van, ma is, és a jövőben is abban lesz, hogy azok, akik ezen az alkalmon részt vettek, és ezt követően tüzet kapott a szívük, megértették az Isten szavát. Egészen odáig, hogy Péter kiáll a nagy sokasság előtt, több ezer ember gyűlt össze már a végén, és elkezdett prédikálni, és az evangéliumnak a lényegét emelte ki, hogy ti, akik gonosz kezeitekkel, Jeruzsálemben hangzik el, 50 nappal húsvét után, hogy ti, akik gonosz kezeitekkel, a megváltónkat, Jézus Krisztust, a keresztre juttattátok, és ott üvöltötték, hát, hogy a keresztre vele, feszítsd meg! Isten nem fordított hátat, hanem ezt a nevet, amit ti meggyaláztatok, nincsen másban üdvösség. Csak ha ezt segítségül hívjátok, és annak erre, hogy mit tettetek, mi van, mi terheli a múltban a szíveteket, letehetitek. Péter egész szanáig vezeti a prédikációt, hogy megrendülten, és úgy olvasó a Biblia, mint a szíven találták volna őket, ámulva hallgatták, mert is értető beszédben szólt hozzájuk az Úr. Bocsánat a kifejezésért, pünkös nem egy össze-vissza blabla beszéd volt. Háromszor olvastam az igében most ebben a 13 versben. Háromszor. Hogy azon lepődtek meg az akkori civilizált világ minden tájáról érkező vallásos turisták, mert ők nem gondolták, hogy itt milyen esemény lesz, hogy ott fognak állni, és mindenki a saját anyanyelvén fogja hallani Isten nagyságos dolgait. Háromszor olvastam. És egymástól kérdezgették, hogy te is érted azt, amiről itt szó van? Meg te is? Hát te pártus voltál, meg te meg Rómából jöttél, te meg Krétáról érkeztél, te meg Görögországból vagy itt, te meg Alexandriából, mind más nemzetek nyelvét beszéljük. Érted? Pünkösd, testvérek, nem a zűrzavarnak, nem a káosznak, nem a hempergésnek és a kukorékolásnak az ünnepe. Voltak ilyen, sajnos ilyen tévejgések is, nem is olyan régen. Hát mindenki megdöbbenve hallgatja, hogy nekem szól az ige. Nekem. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Péter prédikáció után férfiak jönnek ott, és azt mondják, hogy atyám fiai, hát ezek után mit kell cselekednünk? Hát ez tényleg igaz, hogy elkezdett az üdvösség napja, és segítségül hívhatjuk annak a Jézusnak a nevét, aki értünk adta a kereszten az életét. Ha még van számunkra irgalom és kegyelem, hát ez az üdvösség napja. Segítségül hívható a mai napon is. És Péter azt mondja azoknak, akik megkeseredtek a szívükben,
azoknak, aki belehasított a szívükbe az Isten igéje. Térjetek meg, merítkezzetek be, temessétek el elrontott múltatokat, és kezdjetek újat Isten kegyelmében. És ezt mind hitáltal teszitek meg, megnyílitek előttetek a Szentléleknek a világa. Részesei lesztek a Szentlélek ajándékának. Hogy ez pontosan mi? Ez olyan, mint amikor a nagyfia megkapta a csomagot, borzasztóan örült neki, azt se tudta, mi van benne, és nagy-nagy izgalommal azon kezdett el foglalkozni, hogy valamelyik sarokban megpróbálja kihámozni a sok-sok szép csomagoló papírból, hogy mit is kapott. Szentlélek ajándékában tehát egy csomagot kapunk, amelyet mi bontogatjuk, az alatt értjük meg, hogy szeret bennünket az Isten. Ő a mi atyánk, aki kezünkbe adta, a lehetőséget kínálta fel, az üdvességre, meg kedves testvéreim, nincsen nagyobb ajándéka az Istennek és az Isten szentelkének, mint az üdvösség. A többi az csak ráadás. Az csak arra adja, hogy szolgálj. Mert pünkösnek épp ez a lényege, hogy téged tesz Isten, aki eddig alkalmatlan volt, annyira elrontottál mindent, hogy el nem tudtad volna képzelni, hogy téged kiválaszt az Isten. És rajtad keresztül még képes lesz a jó hírt, az evangéliumot kommunikálni az emberek számára. És ott vagy boldogan és megrendülve is. Hát én adhatnék ötletet Istennek, hogy ki lenne alkalmasabb nálam. De hogy pont a leggyarlóbb, a leggyengébb, a legkiszolgáltatottra is számít az Isten. Szóval akkor vagy megrendülve, hogy igen, pont te vagy a célszemély. Mert addig te büszkén hivatkoztál magad érdemeire és eredményeire, de mindez semmi Isten előtt. Ha valami nagy tettre utalhatsz, az a kereszt és a feltámadott diadala. Ennél gyönyörűbb üzenetet nem vihetsz az emberek közé. Ebben a reményt veszted, egymással veszekedő, egymással torzsalkozó, egymással háborúzó, folyamatosan egymást égető és lenéző emberiség közepette, hogy téged kiválasztott az Isten. Hogy ne ezekbe a semmi pillanatnyi értékek világába süppedj, hanem légy a jó hír evangélistája. És ebben az igében pontosan ez kerül elénk. Megértetted? Ő érthetően, ráadásul még magyarul is beszél. Érted-e, hogy Isten veled és rajtad keresztül akar nagy dolgokat végbe vinni? Ha hitetlenkedsz, ha elutasítod, azt mondod, csinálja más, ez túl fárasztó. Ez túl nagy kihívás nekem. Én ezt nem bírom. Akkor Isten azt mondja, jó, köszönöm szépen a közreműködésedet, keresek mást. De ő az ő tervét végrehajtja. Jaj nekünk, ha nélkülünk. És mi öröm, hogyha velünk is általunk. És testvérek, ezért jöttetek, hogy megerősödjetek, és lássátok meg, hogy szeret az Isten. Ezért szólít meg érthető módon, és ha kész vagy elfogadni az ő örök ajándékát, az örök életnek az ígéretét, valóságát, és kész vagy ennek a jó hírét másoknak is tovább adni, miután beteljesedtél Szentlélekkel, ezzel zárom. Mit jelent az, hogy Szentlélek keresztség? Mit jelent az, hogy beteljesedni Szentlélekkel? Ugye a keresztség kifejezése borzasztó torz, csak a magyarban található meg, ami egyáltalán nem a valóságot akarja. Amikor keresztelésről esik szó, akkor valami fejlocsolás jut eszünkbe, ami semmi köze nincs a
bibliai alámerüléshez. Jézus engedelmeskedett, példát mutatott, parancsot adott erre. János azonban hozzátette, hogy én igaz, hogy vízzel keresztelek. Vízbe merítem azokat, akik el akarják temetni a múltat. De utánam jön, aki nagyobb nálam, akik nem vagyok méltó még a sarja szíját sem megoldani, ő majd szent élekbe merít be titeket. Mert itt ugyanúgy bemerítésről van szó, mint az eredeti vízbe merülés. Mégpedig olyan módon, emlékeztek, kedves testvérek, amikor a próféta Ézsaiás azt mondja, hogy egy látást látott, Ezékiel pontosabban, Ezékiel, felemeltetett templom fölé. A templom küszöbe alól, mint egy kis patak indult el. Üzenetet hordozva, hogy onnan az oltár alól elinduló forrásvíz sokak számára lesz éltetővé, forrássá. És azt a szót hallottam, hogy lépj bele. És én beléptem, bokáig ért. Aztán Isten azt mondta, még mélyebbre, egészen térdig ért. Aztán azt mondta Isten, hogy még beljebb, derékig ért. És Isten azt mondta, ne állj meg. És megúszni való volt ez a folyam, amely életet vitt a pusztába, még a holtengert is megeleveítette. Miről van szó, testvérek? Angolban ismerős ez a szó, hogy flow, áramlat, áradás. Amikor a Szentléleknek a flowjába és áramlatába kerülsz, amely elragadt téged, és már nem vagy az, aki voltál, addig egy száraz, érzéketlen, értetlen, értelmetlen létben tengődő voltál. Kerested az igazságot, de nem érintett meg semmi. De amikor Isten szent lelke megérint téged, és a hatalma alá kerülsz, és elmerülsz benne, és betelik a szíved, hogy nem akarsz már másról hallani, tudni, beszélni, csak az Isten nagyságos dolgairól, na ez az. Átélted már? Ha igen, légy boldog és adj hálát érte. Ha nem élted át, itt a mai alkalom. Átélhető valóság. Hála Istennek, de a gyülekezetünkben vannak olyan jelentkezők, még nem hozom nyilvánosságra a nevüket, akik szeretnék az életüket letenni Isten kezébe, szeretnének bemerítkezni, új élet kezdeni. És vannak talán olyanok is, akik szeretnének a Szent Lélekbe belemerülni. És nem csiholt, önmagunk által erőltetett jeleket és csodákat kell produkálnunk, mint ahogy ezt nagyon sokszor tanítják máshol, ha ez természetesen nem jön, senki ne utánozza. És most nem térek ki azokra a részletekre, amelyek megosztóak a mai kereszténységben is. Mert világossá tesz Isten, hogy mi az, ami tőle való, és mi az, ami idegen tűz hatására. Éri még a keresztényeket is. Szóval maradjunk mi az ige mesdjében és forrásvidékén, és abból merítsünk. És hiszem, hogy áldás származik ebből. Most imádkozni fogunk, kedves testvérek. Tegyük ezt már most, kérem, hogy álljunk fel, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy világossá tetted előttünk, hogy a kezedben van ennek a világnak a sorsa. Köszönjük, hogy nem csak teremtőnk vagy, de fenntartónk is, és benned fut célba ennek a világnak a sorsa is, meg a mi személyes életünk is. És köszönjük, hogy nem hagytál bennünket tudatlanságban, sötétségben, hanem Jézus Krisztusban világosságra hívtál bennünket, megváltottál bennünket bűneinkből, és új életre hívtál el. Mindezt neked köszönhetjük, hisz ebben emberi teljesítmény nincs. Nem elég.
Ez kell, az a mennyei erő, erőforrás, amiből naponta táplálkozhatunk. Azért jöttünk most a forráshoz, Urunk, hogy meríthessünk abból az élet italból, amely nem elszédít bennünket, hanem józanná tesz. Segíts bennünket, hogy rád figyeljünk, áldásoddal, szent lelkeddel megtelve, tölthessük ezt az órát és azt követő időszakot is. Kérünk, hallgass meg bennünket Jézus nevért, Atyánk. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a gyönyörű szép napon. A mai igénk, amelyet az ige mutató kiírt, Mózes első könyvének 11. részében a 6-tól a 9. versig található, felolvasom. És mondá az Úr, íme e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezté őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezté el őket az Úr az egész földnek színére. A Bibliában ezzel biztos, hogy nem én vagyok egyedül, aki ezt észrevette. Számtalan olyan történetet olvashatunk, vagy olyan történettel találkozhatunk, amikor valami történik, akár valami szerencsétlen, vagy gyászos és szomorú esemény, és aztán azzal az Új Szövetségben ismét találkozunk. Ugye gondolhatunk, ugye a legelső, ugye az emberi történelem legelső, egyik legelső eseményére, a bűnbeesésre, ugye amely nek köszönhetően, most idézelbe véve, ugye az egész emberiség a kárhozat alá lett vetve. De ugyanakkor meg eszünkbe juthat az Úr Jézusnak a munkája is, aki szintén egy személyben valami olyat tett, amelynek az öröme, az eredménye, a jutalma, az mindannyiunké lehet, aki ezt a megváltást elfogadja. Gondolhatunk Mózesre is, ugye, aki a pusztai vándorlás során egy érckígyót függesztett ki, ugye a vándorló népnek, hogy aki reá tekint, az megmenekedjék, és hát gondolhatunk az Új Szövetségben az Úr Jézusra magára, aki a testét ugye a keresztfára adta, és ugyancsak, aki reá tekint erre a fára, hittel, az megmenekedik. Ezeket a példákat hosszasan lehetne sorolni, ez nem az én tisztem egy imaórán belül, hogy erre rávilágítsak, viszont azt hiszem, hogy az a következtetés fogalmazódhatna meg mindannyiunkban, hogy amit az Ószövetség embere egykor tett, netán elrontott, azt az Új Szövetségben az Új Szövetség emberei, netán az Úr Jézus hatalmasan fölülírtak. Ebben a sorba illeszkedik bele ugye a bábeli zűrzavar, a bábeli történet is. Mindannyian ismerjük az eseményeket. Az emberiség úgy döntött, hogy Isten szintjére fogja emelni magát, és neki látott a torony építésének. Természetesen ezt a teremtő nem hagyhatta szó nélkül, és ugye mindannyian tudjuk, lejött és összezavarta a nyelveket, úgyhogy a nagy közös akarattal megkezdett építkezés egy nagy közös nyelvi káoszba fulladt,
És hát Isten munkájának a hatékonyságát az bizonyítja, hogy a mai napig vitatkoznak arról, hogy hány nyelv is van a világon, becslések vannak, több ezerre teszik őket. Hát hiszen tudjuk, hogy a teremtő az embernek az egyik legértékesebb, hanem a legértékesebb tulajdonságát, a kommunikációt, az egymás megértését tettem rendkívüli módon nehézzé. És valószínűleg abban is belegondoltak már a testvérek, hogy milyen komikus és élhetetlen lenne az életünk, hogyha ez így maradt volna. Ugyanakkor nyilván nem csak arról beszélünk, hogy más nyelvek, tehát német, francia, angol és magyar és a többi jelenik meg, hanem sokszor mi magunk is ugyanazt a nyelvet beszéljük és nem értjük meg egymást. Beszélgetek a feleségemmel, mond valamit, és én valami teljesen mást hallok ki, amit ő nem is mondott. Vagy elmegyek egy hivatalba, megpróbálok elintézni egy ügyet, olyan kérdéseket kapok, amire egyáltalán nem számítok, amire én olyan válaszokat adok, amire az ügyintéző nem számít egyáltalán, és akkor szépen nő a feszültség, az egymás meg nem értése, holott ugyanazt a nyelvet beszéljük. Hát hála legyen az Úrnak, hogy ez nem maradt így, de hát azt hiszem, hogy pünköstkor hasonló meg nem értésnek lehetünk tanulni mindaz, tehát mindannyian, akik a Szentírást olvassuk. Ugye míg Jézus itt volt közöttünk, illetőleg mielőtt fel nem emeltetett a mennybe, ő beszélt arról, hogy el fogja küldeni a vigasztalót. Mi az emberi reakció? Tanítványok egymásra néznek. Miről van szó? Miről? Nem nagyon értjük. Nyilván ezt a Biblia nem örökítette meg, de el tudom képzelni, hogy egymásra néztek, megvonták a vállukat, biztos. Valószínűleg ez is egy olyan érthetetlen esemény volt az ember életében, mint maga a feltámadás. De ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy hát semmivel sem nem volt jobb a helyzet, amikor megtörtént maga az esemény. Hát emlékezzünk, hogyan reagáltak az ott lévő emberek. Hát itt mindenki meggárgyult. Össze-vissza beszél. Vagy gondoljunk arra a reakcióra, amit a Szentírásban is olvasunk, hogy azzal vádolták meg az apostolokat, hogy hát itt mindenki italozott. És mindannyian is emlékszünk Péter apostolnak a szavaira, hát emberek, hát hogy lehetne itt italozásról beszélni, nap első felében járunk. Ugye erre mondhatjuk azt, hogy hát egyszer homó, ilyen az ember, mindenki magából indul ki. Hát hála legyen az Úrnak, hogy ez nem maradt így. Hála legyen az Úrnak, hogy vele mindig mindenütt újat lehet, újat tudunk kezdeni. És ez a bizonyos Szentlélek ezeket a hihetetlen, vagy nem is tudom, inkább megoldhatatlannak tűnő helyzeteket is meg tudja oldani, megoldotta. Ugye a Szentlélek az, ami eszembe juttatja azt a szövetséget, amelyet a feleségemmel kötöttem, és ahelyett, hogy a különbségekre figyelnék, eszembe juttatja a közös pontokat. Vagy a hivatalban, az iménti példánál segít abban, hogy én ne a növekvő feszültséget érezzem, vagy tükrözzem vissza, hanem tudjak nyugodt maradni, és utána, hál' az Úrnak, elárulom, el tudtam intézni azt a bizonyos ügyet. És hát mindannyian tudjuk, hogy azt a bizonyos prédikációt, amelyet ugye pünköstkor hallottak a hívek Jeruzsálemben, azt is mindenki megértette, annak ellenére, hogy egy totális káosznak tűnt az egész. Hát azt hiszem, hogy van miért imádkozni és hálát adni. Hát imádkozzunk elsősorban azért, hogy a megértés munkálkodjék mindannyiunk szívében a Szentlélek erejével, mert hogyha én erőlködöm megérteni mindazt, amit nekem mondanak, akár a feleségem, akár a hivatalban lévő személyek, akkor már régen rossz. Én úgy vélem, hogy ez tényleg Isten ereje kell, hogy a különbségeket elsimítsa, és a közös pontokra hívja fel a figyelmet. Úgyhogy imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük szépen a pünköst ajándékát, a Szentlélek kiáradását. Köszönjük, Uram, hogy olyan közel jöttél hozzánk, amennyire csak lehet, hogy ezt előtte nem tudtuk elképzelni, és te mégis lakozást vettél mi bennünk. Add meg, Uram, hogy szent templomod, lakhelyed lehessen, a mi testünk, a te szent lelked temploma,
Add meg, Uram, hogy a megértés, az egymás megértése tudjék munkálkodni bennünk, és add meg, hogy ezzel a lélekkel tudjuk megérteni azt az utat, amelyet mindannyiunknak elterveztél. Kérlek, az Úr Jézus nevében hallgass meg minket. Amen.